Szerintem az osztályfőnökség önmagában egy hivatásként is megállná a helyét, mert hogy azok a tanárok, akik egy osztálynak az életét vezetgetik, útjukat egyengetik, azoknak elég sok szintéren kell aktívnak lenniük. Ráadásul ez a járványügyi helyzet is egy kicsit megváltoztatta az osztályfőnöknek a szerepét, ugyanis az osztályaink azok online osztályterembe lettek zárva, mi magunk pedig egy pillanat alatt új köntösbe bújva online osztályfőnökként kell, hogy helytálljunk. Ebben az időszakban jól jön az inspiráció, jól jönnek a megerősítő tippek, ötletek, gondolatok, hogy vajon hogyan lehet jól online osztályfőnöki órát tartani, mennyire változik meg ebben a helyzetben az osztályfőnöknek a szerepe, és arról is beszélgethetünk egy kicsit, hogy lehet-e egyáltalán közösségi élményeket megélni az online világban. Sok szeretettel várok minden olyan érdeklődőt, aki kicsit az osztályfőnöki szerepéről szeretne elgondolkodni ebben a helyzetben, és hogy emellett lehetőség lesz megismerni azt az újonnan készülő könyvünket, amik kimondottan az osztályfőnököknek szólnak.